Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. A mai adás során megtudhatják, hogyan köszöntötte az új évet Herencsár Viktória szervezésében a Cimbalom Világszövetség a Baptista Imaházban, a Rázene Fúvós Zenekar és a Tavasz Női Kara Vigyázó Sándor Művelődési Házban, valamint bemutatjuk a Rákos Csaba évszázadai című helytörténeti könyvet. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Hagyományos nemzetközi újévi cimbalom hangversenyét tartotta a Cimbalom Világszövetség Herencsár Viktória szervezésében. A Rákoshegyi Baptista Imaházban egy egész estén át hallgathatta a közönség a hazai és külföldi előadók színvonalas koncertjét. ...2005 óta tartjuk minden évben a Nemzetközi Újévi Cimbalom koncertet, ez a Cimbalom Világ Szövetségnek a szervezésében, és itt a kerületben 2006-ban kapcsolódott be ebbe a programba. Legelőször a Szlovák Intézet vetette fel azt a kérdést, hogy nem lehetne-e újévi koncertet, nemzetközi újévi koncertet szervezni, és akkor 2005-ben volt az első. Ezután pedig a kerület mondta, hogy hát itt a kerületben sincs újévi koncert, hogy nem lehetne idehozni egy ilyen nemzetközi dolgot. 2006 óta minden évben itt is szervezzük ezt a koncertet. A koncert repertoárját idén is a sokszínűség jellemezte. Herencsár Viktória és a meghívott külföldi előadók vidám darabok előadásával köszöntötték az új évet. Az este folyamán a magyar népdalok mellett perzsa és zsidó népzenei feldolgozásokat, tibeti zenét, valamint klasszikus, világzenei és jazz darabokat is hallhatott a közönség. Általában két helyszínen szokott lenni, egy a belvárosban, ameddig a Szlovák Intézetnek meg volt a régi székhelye, ott volt egy szép koncertterem, ott volt az egyik és itt a másik, de ez sajnos megszűnt az a lehetőség, akkor utána több helyszínen is már történt ez a koncert. És tavaly pedig jubileumi ünnep alkalmából, mert 25 éves volt a Cimbalom Világszövetség, egy helyszínen hoztuk a Vigyázó Sándor Művelődési Házba, volt a 25 éves évfordulóval tekintettel a Nemzetközi Újévi Cimbalom Fesztivál, ezt a nevet adtuk, hiszen hosszabb program volt, kiállítás volt mellette, és tehát ez egy nagyobb programot szerveztünk akkor. Thank you.
cimbalmusokat mindig a szövetség tagjaiból válogatom össze, és mivel hogy elég nagy számú tagságot számolhatok, hiszen 34 országból, 4 világrészből vannak tagjaink, és kitűnő művészek vannak közöttük. Természetesen nem csak művészek vannak, hangszerkészítő mesterek is, kiadók is, amatőrök, tanárok, szóval minden, aki a cimbalommal kapcsolatban van, és így közülük szoktam mindig kiválogatni egyet-egyet, akik aztán hozzák a programjukat. Minden évben más darabokat hozok, és minden évben más külföldi vendégművészeket hívok meg. A Szlovákiából mindig, mert a Szlovák Intézet volt, aki egyáltalán elindította ezt a sorozatot, és azóta is a Szlovák Intézet az a partnerünk, ők támogatják ezt a koncertet. Így a mai alkalommal izraeli, iráni és szlovák, valamint kínai vendégművészek lesznek, és hát a magyarokat én fogom képviselni a kerületi zenekarral, a Kamaretta 17-kel. Balog Lázár lesz a karmester, és ez alkalommal általában minden éve szoktam valami bemutatót hozni, most is az lesz. Ez egy saját kompozícióm, ami három tételes, gyakorlatilag egy cimbalom verseny zenekarral, és ennek lesz a magyarországi bemutatója, az ős bemutatója, illetve a világ bemutatója. Az tavalyi szeptemberben volt a Cimbalom Világszövetségnek a kongresszusán, és Magyarországon ez a mű még nem volt hallható, ez lesz az első alkalom, aminek az érdekessége, hogy az alapdallamokat a 18. század végén élő Jánkel Rabbi lengyel cimbalmosnak a gyűjteményéből válogattam, és erre épül tulajdonképpen ez a három tételes mű, és ezért is adtam a címet, hogy Visztula hangjai, hiszen a part mentén, a folyó partján és sétálunk, akkor találkozhatunk a népeknek a vidámságával, a zenéjével, a templomok harangnainak a hangjával, és hát ez az élettel. És úgy gondoltam, hogy ez az újévi koncerten, hogy mivel csak vidám dolgokat hozunk, ezért ez nagyon beleillik most ebbe a programban. Többi művésznek a programja is újdonság lesz itt a kerületben, hiszen ők még nem léptek fel, így hallhatunk perzsa és zsidó eredeti népzenét. Ezen kívül a Szlovákiából érkező Mojse Band, ők pedig a klezmer zenét ötvözik, egy nagyon érdekes fúzióval fognak ma fellépni, és ők pedig a Szlovákia és a környék népeknek a zsidó zenei anyagából gyűjtöttek össze, és ezt dolgozzák fel, azt majd elmondják a koncerten, hogy miért pont ezt. És a kínaiak pedig tibeti zenét és kínai zenét hoznak majd nekünk, két kínai hölgy lesz, aki fellép. És a végén nem maradhat el soha az együtt éneklés, a közönséggel együtt fogunk énekelni, zenélni, és ide is mindig megpróbálok más dallamokat válogatni, hogy egyrészt a közönség is ismerjen meg olyan vidám dalokat, amit ezek magyar népdalok, vagy komponált dalok is lehetnek, mert volt olyan év is, ahol az én kompozíciómat énekeltük közösen, de a mai alkalommal egy magyar népdalt fogunk együtt zenélni, és ezt azért választottam, mert a
az izraeli és iráni énekesek magyarul, meg a szlovák is magyarul fognak énekelni. سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی Tonight we are the three members in our group. Ma hárman lépünk fel közösen, ketten érkeztünk Izraelből, és a harmadik művésztársunk Iránból. Én szantúron játszom, egy iráni perzsa hangszeren, a másik két személy énekel. Mrs. Farzan Izraelből, Mr. Leonardo Iránból. Azért jöttünk hárman, hogy szimbolizáljuk az izraeli-iráni barátságot, és nagyon örülünk, hogy ilyen programon vehetünk részt itt Magyarországon. Zöld erdőben, szűk mezőben, sétál egy madár. Micsoda madár, micsoda madár. For me is also the nice memories to school. Szép emlékeket kelt bennem ez a mai koncert, hiszen Herencsár Viktória nekem a tanárom volt az akadémián. Szóval ez számomra nem csak egy koncert, hanem egy baráti látogatás is. Kék a lába, zöld a szárnya, engem odávad. Várja, madár, várja, te csak mindig várja. Az esemény védnöke, Dunai Mónika országgyűlési képviselő újévi köszöntő beszédében a magyar emberek zene szeretetét emelte ki. Amikor egy-egy új év elkezdődik, akkor nem tudom, hogy belegondoltak-e már abba, hogy valójában milyen különleges nép vagyunk mi magyarok, abból a tekintetből is, hogy mi mindent zenével kezdünk. Amikor 31-én, december 31-én éjfélt üt az óra, akkor az első dolgunk, hogy énekeljünk. Mégpedig a magyar himnuszt énekeljük. Nem csak szerte az országban, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világ minden pontján éneklik himnuszunkat éjfél után azonnal a magyarok. Más népek más tesznek ilyenkor. Van, aki hangos szóval, dudával, kiabálással, trombitálással, vagy éppen egyet csókkal, na az sem egy rossz szokás úgy egyébként, köszöntik az új esztendőt. Mi január 1-én az első másodpercekben is dalra fakadunk, de énekelünk, dalra fakadunk minden jeles ünnepünkön. A koncert alkalmával egy különleges zenei eszközzel is megismerkedhettek a látogatók, Herencsár Viktória és egy cseh hangszerkészítő közös munkájával, a Viktória modell nevet viselő cimbalommal. Rákos Csaba történelme egyetlen kiadványban. Egyebek mellett a kezdeti idők birtoklás és társadalom történetét, az egészségügy és az oktatás helyzetét megjelenítve ad átfogó képet a Rákos Csaba évszázadai című helytörténeti könyv, amelyet január 12-én mutattak be a Rákos Csabai Közösségi Házban a település jubileumi rendezvény sorozatának záró eseményeként. A kötetet Ádám Ferenc és Puzsár Imre szerzők ismertették Kautsky Armand színművész közreműködésével.
A Rákos Csaba 950. évfordulójának tiszteletére rendezett programsorozat utolsó állomásaként január 12-én a Rákos Csabai Közösségi Házban bemutatták a Rákos Csaba évszázadai című helytörténeti könyvet. A Rákosmenti Múzeum Barát Egyesület és az Erdősröné Ház kiadványában Puzsár Imre, Ádám Ferenc, Szanyi Dezső és a 2016-ban elhunyt Dombóvári Antal közös munkája olvasható. A kötet alapját Szántó Géza Rákos Csabai református lelkész 1912-ben megjelent írása adta. A mű egy részletes település történetet ír le az elmúlt több mint 100 év eseményeivel kiegészítve, kitérve földrajzi, történelmi adatokra, valamint a település intézményeinek működésére, fejlődésére. Horváth Tamás Rákosmente alpolgármestere a könyvbemutató megnyitóján elmondta, a kerületrész jubileumi évfordulóját igyekeztek méltó módon megünnepelni, Rákos Csaba fejlődésére pedig továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a jövőben. Próbáltuk több szinten ezt a jeles eseményt megünnepelni a kiállítással, a filmmel, és úgy gondolom, hogy talán mondhatom azt, hogy ennek az ünneplésnek, a megemlékezésnek a csúcsa a könyv, ami igazán szakmai alapon készült el, és köszönöm a szerzőknek ezt a fantasztikus művet. A könyvről majd ők fognak többet beszélni, nekem csak az a tisztem, hogy gondoljunk vissza jó lelkülettel a Rákos Csaba 950 évére, hiszen nagyon sok minden történt, a képek alapján is látható, hogy micsoda fejlődésen ment át Rákos Csaba. És azt is látni kell, hogy még vannak azért perspektívák, tehát csak Rákos Csaba még tud fejlődni, és akar is, és ezt mi is szeretnénk, mint önkormányzat folytatni, elősegíteni, hiszen a munkátok, amiket elvégeztünk az elmúlt években, ez is ezt mutatja, hogy szeretnénk Rákos Csabát méltóvá tenni arra, hogy itt mi örömmel lakhassunk, élvezhessük az életünket, azt a keveset, amit itt ezen a földön, így a világtörténelemben eltöltünk. Én bízom abban, hogy ezek a törekvések mindenkinek örömére válnak, és azt tudjuk ígérni, hogy ezt folytatni fogjuk. A könyv részletes bemutatása előtt Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész előadta Péterfi Tamás a Rákos legendája című művét, amely 1909-ben jelent meg a Péterfi Emlék című kiadványban. Te vagy a Rákos, homokon fakadó csodás patak. Vízed a forró nyárban, hogy ki nem apad, csodálva nézik a tudós emberek, s bár tisztelik magyaros szép neved, titkodat nem tudják megfejteni. A magyar nem tud felejteni. Legendás nagy időkből maradtál, egykor a fájdalomból fakadtál, miként a könyv. Partodon öreg rezgő nyárfák, a szellővel együtt susogják vizet történetét, legendás szép mesét. Mikor magyar láb nem taposta még Rákos mezején a homokot, egy szép királylány idehozta, itt szőtte az édes ábrándokot. Várt egy daliás leventére, kinek fejedelmi a vére, ki szeretni fogja igazán, s királyné lesz az oldalán. Kis Neszre, hogy visszatekintett, ifjú Levente hallgatást intett, s jött a lányhoz egyre közelebb, ki azt hitte, hogy csupán képzelet, álomlátás a vágyak szárnyán, déli bábos fényben szivárvány. Édes beszéd az ifjú ajkán, boldog pír a leányka arcán, ki a félelmet elfeledte, az ifjú pedig elkezdte, mindenről sokat, sokat kérdezett, és szorította a kéz a kezet. Az előadást követően Ádám Ferenc történész muzeológus, a könyv egyik szerzője foglalta össze a mű elkészültének előzményeit. Egy helytörténeti gyűjteménynek a fő feladata az, hogy mindenképpen, ahogy tudja, mutassa be kiállításokon, akár filmben, de könyvekben, kiadványokban is a helynek a történetét, és így is lokálpatrióta érzéseket próbál kiváltani, váltson ki az itt lakókból. Az Erdős René Ház nagyon sok kiadványt jelentetett már meg, korábban a Rákosmenti helytörténeti füzetek sorozatot, és az utóbbi időben pedig célunk volt az, hogy összefoglaló művek megjelenését is segítsük.
12 éve volt annak, hogy összehívtam körülbelül 12 embert, és megalakítottuk a Rákosmenti Múzeumbarát Egyesületet. Ennek az egyesület megalakításnak is az volt a célja, hogy propagáljuk a helytörténetet, kiadványokat jelentessünk meg. 12. év folyamában van az újságunk, amiből általában 4 jelenik meg egy évben. Ádám Ferenc hozzátette, a könyv tartalmát nagy részben alkotja Puzsár Imre közel 10 éve megírt szakdolgozata, amely új eredményekkel és történelmi adatokkal szolgált a helyi történészek számára is. Puzsár Imre szerkesztő televíziónknak adott interjújában kitért a kutató munka nehézségeire és a kiadvány céljára. Volt közben, nem emlékszem, Németh Józsefnek is egy Rákos Csaba történetek könyve, az már körülbelül 40 éves, és időszerű volt már egy új kiadvány. Ugye az apropója mindenképpen az évforduló volt, ugye ez a 950 év vagy 750 év, ez ugye még egy olyan, hát nem vita, de egy olyan kétségnek a tárgya, ami lehet, hogy soha nem fog eldőlni, majd meglátjuk, soha nem lehet tudni, hogy a történelem mit hoz elő, illetve a történettudomány, és hát az egyesületünk tagjai közül sokan foglalkoztak Rákos Csaba történetével, ketten egy-egy részterületnek, egy-egy városrésznek, vagy településrésznek a történetével foglalkoztak, többek pedig kisebb szegmensekkel, és időszerű volt már egy új kötet, hogy az újdonságokat összefoglalva, esetleges hibákat kijavítva, közreadjunk egy új Rákos Csaba történetet. Ez egy elég hosszú történet volt, mert ugye a két taktársunk, Hollósi Bonta Mária, aki Rákos Csaba új telep történetével foglalkozott, Szerepcsény Sándor Rákoskert történetével foglalkozott, az ő kutató munkájukat mi csak felhasználtuk. Ezt nem tudom, sajnos, hogy ők, nyilván ők is sokat dolgoztak vele. Tulajdonképpen egy átfogó monográfiai munkát szeretünk volna kiadni, létrehozni, ami megfelelő arányokban mutatja a különböző történeti szegmenseket, tehát ugye, és ugye ez különböző korokhoz kapcsolódik, hogy hol, milyen, tehát alapvetően a kezdeti időkben inkább birtoklás történet, némi társadalom történet, amennyit fel lehet ismerni. Aztán idővel ez bontakozik, ugye jön hozzá a telepek létrejötte, az egészségügy, oktatásnak a kérdése, az infrastruktúra, politika történet, választások, közlekedés, stb. Tehát próbáltunk egy ilyen átfogó történetet, amiből a település fejlődése jól kivehető, elég széles skálán. Az egyesületünk tagjai, illetve az egyesületünk tulajdonképpen a Rákos Csaba könyvvel zárt le egy kört. Tehát ugye megszületett Rákos keresztúr története, utána egyesületi, illetve külsős munkatársakkal létrejött egy Rákos hét történetét feldolgozó mű, és ez a záró, ugye Rákos Liget történetéről már volt egy korábbi munka, úgyhogy így azon 4 település rész, amelyek önállóak voltak 1950-ben, azoknak mindegyikéről van egy viszonylag friss történeti mű. A kötet megjelenését Rákosmente önkormányzata támogatta. A kerületrész 950. évfordulója tiszteletére a Pölös Mónika és Horváth Péter alkotta Rákos Csaba 950 éve otthonunk című filmet, a nagy érdeklődésre való tekintettel március 9-én újra levetítik a Csaba házban. Január 7-én nagyszabású újévi koncertet tartott a Tavasz Női Kar Pető Ildikó zongora kíséretével, valamint a Rázene Városi Fúvószenekar Deli Csaba, Erszabó István és Balogh Lázár vezényletével. A teltházas hangversenynek a Vigyázó Sándor Művelődési Ház adott otthont.
közös újévi koncerttel készült 2018 köszöntésére a Tavasz Női Kar és a Rázene Fúvós Zenekar. A kórus nyitódala után Dunai Mónika Rákosmente országgyűlési képviselője köszöntötte a közönséget. Én most itt Rákosmente 2018. évi első koncertjén azt kívánom mindenkinek, a Rázene tagjainak, a Tavasz Női Karnak, a teremben helyet foglalóknak és minden rákosmentinek, hogy elsősorban mindenkinek egyénenként egyesével legyen boldog, sikeres, egészséges ez az éve is. Azt nem kívánhatjuk, hogy minden álmunk váljon valóra. De azt igenis kívánhatjuk, hogy amit eltervezett mindenki a saját életében, az afelé úton, vezető úton tegyen meg lépéseket, jusson közelebb a céljaihoz. Legyenek kis célok ezek, vagy akár nagyobb célok, és annak egy állomását, két állomását, valahány állomását érje el az idén. Azt, amit kitűzött, annak az útján haladva. A hangverseny a több mint 30 fős Tavasz Női Kar előadásával kezdődött Prince Egon név vezetésével. A kórus az új évben is számos kerületi rendezvényen vett részt. A kerületben nagyon sok helyen énekelünk és szerepelünk. Nemrég volt egy gyönyörű adventi koncertünk, és bármilyen más alkalom, Csabának a 30 éves évfordulója, tehát a 30 éves évfordulóján is énekeltünk, a Pápa Jarikának az ünnepi rendezvényén is mi énekeltünk, és elfogadunk templomi felkéréseket, nagyon-nagyon sok fel a kerületben, benne élünk, együtt élünk a kerület zeneiségével. Női kar tagjait már gyermekként is tanítottam, mert én a Rákosligeti Gregor József iskolában tanítottam 45 éven keresztül, és ők már akkora kezem alatt voltak, és nagyon sok volt a rendezvényünk, a koncertünk, évzáró hangverseny, tavaszi hangverseny, zeneakadémián számtalanszor énekeltünk, legutóbb is most nem olyan nagyon régen, és ezek a lányok, asszonyok annyira szeretnek énekelni, hogy felnőttként, családanyaként is visszajárnak hozzám. Tulajdonképpen 2007 óta aktívan, akkor énekeltünk a Zeneakadémián, akkor volt az énekzene tagozatunk 50 éves évfordulója, és azóta együtt muzsikálunk. A kórus az újévi koncert repertoárját az évindításnak megfelelően igyekezett vidám hangulatú, közismert dalokból összeállítani. Vidám dolgokat kell ma énekelni, hiszen új év, és tele vagyunk bizodalommal, hogy szép lesz ez az új esztendő. Régi műsorunkból vettünk elő számokat, tulajdonképpen az Apáca Show-nak vettük elő két nagyon közismert számát, és Weber darabokat hoztunk, úgy szintén a Weber muzikelekből szintén összeállítani. Állítottunk egy csokrot. Azon kívül Karai József estéli nótázása. Karai József zeneszerző személyes barátom volt, úgyhogy őre emlékezünk, és soha nem hagyom ki a műsorból az ő művét. Nagyon szeretjük. Milyen stílusok jellemzik még a Tavaszi Női Karnak a repertoárját általában? Általában Kodály, Bartók, Karai József és más magyar szerzőknek a műveit énekeljük, de újabban rászoktunk külföldi szerzőknek csodálatos műveire is, például Ratternek a művét is nagyon-nagyon szeretjük, több művét is tudjuk. Úgyhogy válogatunk, általában a komoly zene az, ami közel áll hozzánk, hiszen ezen nevelkedtek fel gyermekként is, és nagyon-nagyon át tudják érezni, és nagyon szépen tudják előadni. Nagyon sokat jelent, hogyha már gyermekkorban megkezdődik az intenzív zenei nevelése a gyermekeknek, mert ez felnőtt korban igényé válik a részükre, nem csak a közös éneklésben, hanem a koncertekre való járásban, és a saját gyermekeiket is nevelik ebben a
felfogásban. Hogyha valaki szeretne csatlakozni, akkor erre van lehetőség? Van lehetőség, és tárt karokkal fogadjuk és várjuk. Nagyon örülnénk neki, hogyha még jönnének énekelni szívesen. És ezt hogyan lehet megtenni? Van egy állandó helyszínünk, ahogy gyakorolnak? Van egy állandó helyszínünk a régi iskolánkban, a Gregor József Általános Iskolában. Ott tartjuk a próbáinkat szerda esténként 7-től 20-ig. A Rázenevárosi Fúvós Zenekar Kárt King katonainduló című darabjával nyitotta meg hagyományos újévi műsorát. Milyen hagyományokra tekint vissza a Rázene újévi koncertje? Körülbelül 4 éve kezdtük az újévi koncerteket. 2-szer itt a Kultúrházban volt, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, 1-szer tavaly a Podmanyiszki Vigyázó Kastélyban, az is nagyon jól sikerült, és most úgy gondoltuk, mivel nagyon sok néző jelentkezett, már tavaly is, hogy visszahoztuk ide a Művelődési Házba, hogy hát elférjen a közönség és tapsoljon nekünk. Mi mindenre készül a zenekar 2018-ban? Milyen koncertek, hangversenyek lesznek? A 25. Rázene Fesztivál június 15-e körül. Ez egy ilyen 3-4 napos fesztivál lenne, mivel jubileumi, tehát megpróbálunk meghívni testvérvárosi együtteseket is, művészeti csoportokat, és a mi művészeti csoportjaink, illetve a Rázene Fúvószenekar fog fellépni. Még kiemelnék 2 külföldi utat, ami szervezés alatt van, csak nem merem elkiabálni. Esetleg Írországba mennénk talán, meg Olaszországba. Valamint hát megint aztán ősszel lesznek ezek a művészeti napok, amik idén is voltak. Most ilyen vidámabb dolgokat játszunk, amiket már szoktunk játszani, ami alkalmas egy ilyen újévi koncerthez. Johann Strauss-tól kezdve Robbie Williams számaig, és vidám dobszólóval a végén, meg 2 meglepetés számmal a legvégén. Sokféle korosztály van a zenekarban. A többség ezeket a mostani modernebb darabokat szereti, de hát kedvezni kell egyrészt az idősebb zenészeknek, másrészt az idősebb hallgatóknak. Tehát játszunk hagyományos nagy fúvószenekari műveket, versenyműveket is, és általában mindenkinek a megelégedésére szokott lenni a dolog. Egyébként mennyi ideig tart, amíg testet ölt egy dal, egy új dal, amit megtanulna? Hát attól függ, milyen nehéz. Ezek már elég nehezek, amiket mostanában tanulunk. Ugye 40 év alatt egy kicsit földuzzadt a repertoár, és most már nehezebbeket veszünk. Hát egy nehezebb darab az olyan 5-6 próba körülbelül, mire megérik. A Vigyázó Sándor Művelődési Házban újra egy teltházas újévi koncerten vehettek részt a látogatók. A Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete és a Tavasz Női Kar így kívánt mindenkinek boldog új esztendőt.
Műsorunkat kvízjátékunkkal folytatjuk, amellyel értékes belépőket nyerhetnek a kerület különböző kulturális intézményeinek programjaira. Nincs más dolguk, mint helyes választ adni az aktuális adáshoz kapcsolódó kérdésünkre. Elküldeni a megfejtést az info@rakosmente.tv.hu e-mail címre, a 0620 476 80-as SMS számra, vagy üzenjenek a Rákosmente TV Facebook oldalán keresztül. A szerencsés nyertest válaszüzenetben értesítjük, a névre szóló páros belépőt pedig a program előtt fél órával veheti majd át személyesen az esemény helyszínén. E heti kérdésünk a következő, mi a címe a Rákostaba helytörténetét bemutató kiadványnak? Sok szerencsét kívánunk, várjuk játékos kedvű nézőink válaszait! Most pedig a teljesség igénye nélkül következzen programajánlunk a jövő heti események kínálatából. A The Shadow Hungary Band koncertje várja az érdeklődőket január 27-én szombaton 19 órakor a Csekovszki Árpád művelődési házban. Január 28-án, vasárnap 16 órakor, Apraja napja, Farsangi bál várja a gyermekeket, tánccal, mesével és kézműves foglalkozással. A délután során közreműködnek a Kóborzengő zenekar, Gordos Anna és a Forgó Rózsa tánc és ének együttes tagjai. Ezzel véget ért már a Kaleidoszkóp, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét várom Önöket, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!